Az utolsó előadáson a Tolnai Szabolcs rendezte Exoduson is megtelt a Kosztolányi Színház nézőtere. Az idei fesztivál alcíme a Kommentár nélkül mond hangosan volt. 16 előadás, pszichodráma műhely és Desiré Akadémia, valamint beszélgetések és hajnalig tartó barátkozások is belefértek a fesztivál programjába. Kicsit bonyolult megmagyarázni azt, hogy a Desiré ugyanolyan a hetedik is, mint amilyen az első volt, és ez nem azt jelenti, hogy semmit nem változik, vagy nem fejlődik, de hogy valahogy ugyanaz maradt, aminek indult, és úgy szellemiségében, szerintem minőségében is. Az egyhetes programsorozat egyik erőssége az önkéntesek, a színészek, a KDSZ-es dolgozók odaadó munkája volt. Nehezebb volt és kimerítőbb, amikor készültünk a fesztiválra. Most, amikor már benne voltunk abban, hogy jönnek a társulatok folyamatosan, abban, hogy állandóan vendégeink vannak, önkéntesek vesznek minket körül, állandóan nyüzsgött az iroda, a Kosztolányi Dezső Színház irodája, így volt bennünk egy lendület. Urban András már a fesztivál kezdetekor elmondta, hogy soha ekkora érdeklődés nem övezte még a fesztivált, mint idén. A jegyek hetekkel az előadások előtt elkeltek. Megvannak a saját kedvenceim, megvan az én saját színházi, hogy mondjam, esztétikám, amihez az én tudom kötni, hogy melyik tetszik, melyik nem annyira, de mindegyik előadásban találtam olyan elemeket, olyan részleteket, amikbe bele tudok kapaszkodni, és amit tudok továbbvinni magammal. Az utolsó estén tortával és borral ünnepeltek. A 7. Desiré Fesztivál tehát véget ért, legközelebb ilyen töménységben előadásokat itt Szabadkán jövőre láthatnak majd.